feladat nyomja a képviselőtestület vállát, vagy milyen nehézség az, amivel szembe kell nézni, megpróbálok segíteni. Hogy akár a közéletben, akár a zenében nem illik, nem helyes, és nem hangzik jól, hogyha valaki hamisan játszik, az február 25-e óta Hódmezővásárhely megtanulhatta, hiszen február 25-e óta Hódmezővásárhelyen csak hamis hangokat hallani. Hogy Hódmezővásárhely ügyeit próbálom az ország házában képviselni. De azt mondanám, hogy harcoljatok, küzdjetek, vegyetek elégtételt, és semmiféleképpen ne legyetek gyávák, hanem sokkal inkább bátrak módjára küzdjetek. Márpedig ebben a teremben, akik képviselnek valakit vagy valamit, kivétel nélkül mindannyian, akár az országházában, akár itt a képviselőtestület üléstermében, a közösség szolgálatára, minden hódmezővásárhelyi szolgálatára tettük az eskünket. Ezeket a vitákat talán érdemes volna ellapolni 2018. szeptemberére, az októberi helyhatósági választások előtt kultúrát és civilizált formában lefolytatni, és majd a választópolgárokra rábízni, hogy milyen döntést hoznak. Én tiszteletben tartom a választások eredményét, tiszteletben tartom, hogy a város polgárainak egy jó része önt választotta meg polgármesternek. Annak csalódást kell okoznom, akár támogatott, akár ellenfél. A politikai pankráció elmarad most és a következő hónapokban is, mert szeretnék dolgozni önökkel közösen. Én dolgozni szeretnék Hódmezővásárhelyért. Arra hívlak fel benneteket, hogy azzal állítsunk Almási Istvánnak emléket, hogy megszerezzük, visszaszerezzük, és újra 30 évig megtartjuk a Hódmezővásárhelyi polgárok bizalmát. Ez tartson össze bennünket, ez tartson meg benneteket, és ez emlékeztessen mindannyiunkat.